Sziasztok! Mondtátok, hogy legyen smink. Oké, lesz egy laza, teszkóba menős smink. Majd mindent mutatok, de elsősorban megcsinálom a szemöldököm. Az arcomat ezzel a krémmel kentem be, ezt mindenki ismeri. Ez a L'Oréal-os arckrém. Aztán használtam a Revoxos fényvédőt. És egy nagyon picike kis BB krémet, ezt a Garnier-eset alapozót nem használok, csak ebből tettem fel, de egy borsószemnek a fele, csak annyit oszlattam el az arcomon, többet nem. Szemöldökömhöz most két ceruzát fogok használni, a She szemöldök ceruzát és a Lovely-sat. Mindjárt jövök. Na, csak annyi a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. Itt megfogom, és akkor csak itt felhúzok egy csücsköt, és azt áll le. Ennyi amúgy a különbség a kettő közt. Na, amikor már majdnem egyforma, akkor van kész. Itt van ez a Sukár Szentüssé paletta, és ebből csinálunk egy teszkósba menős sminket. Kis lájtos, átmeneti színnek ezt használom, és felviszem ide a mélyítőbe. És el fogom szépen satírozni mind a két oldalton. Igaz, hogy látszik? Itt addig satírozom, még szép, egyenletes átmenetet nem kapok. Amikor az átmenet megvan, ezt a csillogós, bordós, lilás árnyalatot fogom ide a sarkába felsatírozni, mind a két irányban. Ezt a mélyebb lilás bordót is elsatíroztam. És most fogom a másik lilát, ezt a másik csillogósabbat és élénkebb lilát, ebből is veszek, és még ide beljebb hozok belőle. Mindjárt jövök. Elsatíroztam mind a két oldalt, és most ezzel a lapos ecsettel fogom ezt a sötét lilát, és ide alulra is húzok bele a szemembe. Alul feketével is még a vízvonalat megrajzolom. Sip-sup-sup-sup-sup. Szemzugba világosítok ezzel a színnel. Itt a szemzugba megvilágosítás. Ezzel a trendy tapos szokeresszel, mi ez? Szemhéjtussal húzok cicafarkintát. Amikor már majdnem egyforma, akkor már nem piszkálom tovább, mert itt már le is töröltem belőle, vissza kell pótolnom. Így már jó cica farkinca is. Így valahogy visszad, ragasztom. Na, oké. Oké. Még ebből a fényesből. Hú, olyan szép. Még ide tapogatok fel. Ó, ez már rendes parti smink lesz. Mindegy, oké, akkor lesz Tesco-be menős part is, mint sose lehet tudni, hogy hol kötünk ki a Tesco után. Oké, szempillaspiráció, először a fehér, és utána jön a fekete. Szempillaspirál megvan két rétegben. Csokis bronzosítóval, így összenyomom ezt a pufi ecsetet, és akkor így van a nyomkola. És akkor így kontúrozok, és ide az arccsontra is nyomatok, államra is, mindjárt megcsinálom rendesen. Bronzosítással megvolnék, jön a Fit Me pirosító, ez ilyen málna vagy szeder szín, ezt is gyorsan megcsinálom rendesen. Highlighters, ezt a piros poskásat. Ide, és ide is rakok belőle, piros, ide is húzunk, hogy mutatkozzon rendesen, így mi, na, ugye, hogy ugye part is mink lett belőle, de nem baj, én ebbe a szép napfényes, napsütéses időbe simán elmegyek így a Tesco-ba, boltba. Veszélyes teszkós mink. Most már csak ehhez ilyen kis meggyesebb resmánás labelló.
Így. Na jó, akkor most már megyek, veszek csirke mellett. És utána főzünk valamit. Jelet a smink. Szipi, szupi, tetszik. Egy kis Tesco-ba bemenőses. Még megdobtam egy kis fülbevalóval. És kész. Ez ilyen kis gyors, tipi-topi, Tesco-ba szaladkálós, ide-oda menős, kis gyors, fit smink. Sziasztok!